Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Újabb két évvel meghosszabbította a kormány az építkezéseknél igénybe vehető kedvezményes 5%-os áfa lehetőségét. Erről és az építőipar jelenlegi helyzetéről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Kéményseprés, ingyenes a szolgáltatás a magánszemélyek számára. Építőipar 2024 végéig marad az 5%-os áfa. Agrárfórum a szakképzés jelentőségéről tanácskoztak Hajdúböszörményben. Életeket menthet a kémények és a gázkészülékek átvizsgálása. A katasztrófavédelem a magánszemélyek számára ingyen végzi el a munkát. Ha valaki új kandallót vagy cserépkályhát vásárol, a bekötését is szigorú szabályok rögzítik. Az energiára, köztük a gáz és a villanyárának változása miatt sokan döntenek úgy, hogy idén inkább fával fűtik lakásukat. A katasztrófavédelem szóvivője azt mondta televíziónknak, hogy nagyon ajánlott ezekben a házakban a szénmonoxid érzékelő telepítése. Évente 1000 esetben riasztják a tűzoltókat mérgezés miatt. Akkor a gázt azt megnéznénk, hogyha esetleg oda tudunk férni. A gázkazánt és az ahhoz tartozó kivezetést, majd a cserépkályha állapotát is megvizsgálta a szakember ebben a házban. Erre minden évben szükség van, amelyet a katasztrófa védelem magánszemélyeknél ingyenesen végez el. Magánszemélyeknek ingyenes a meglévő kéményeknek az ellenőrzése. Viszont fontos tudni, hogy családi házakhoz nem megy ki automatikusan a kéményseprő, hanem időpontot kell vele egyeztetni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ezt nagyon könnyen megtehetjük, telefonon a 1818-as telefonszámot kell hívni, a telefonos menüben pedig a 9-es, majd az 1-es nyomógombot kell megnyomni, és már is a kéményseprőipari ügyfélszolgálattal beszélhetünk. Hogyha valaki jobb szeretné online intézni az ügyeit, az a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon tud időpontot egyeztetni a kémény ellenőrzésre. Hogyha valaki társasházban él, akkor nagyon egyszerű dolga van, mert oda automatikusan érkezik a kéményseprő, nem kell időpontot egyeztetni. Hogyha magánszemély lakik a társasház lakásában, akkor számára ingyenes, viszont ha a társasházi lakásban egy gazdálkodó szervezet van bejegyezve, valamilyen cég, BT, KFT, egyéni vállalkozó, akkor neki a kéményseprésért fizetni kell. Nem kell neki se külön megrendelni, automatikusan jön, mivel társasházban van bejegyezve a gazdálkodó szervezet, viszont a munka ráeső részét ki kell fizetni. Nem a teljes társasház kémény ellenőrzésének a díját, csupán a munka ráeső részét. Hogyha gyűjtőkémény van például egy 100 lakásos társasházban, akkor a munka 1/100 részét kell kifizetni. Hogyha annak a társasházi lakásnak, ahova cég van bejegyezve, egyedi kéménye van, akkor annak a kéménynek az ellenőrzését és szükség szerint tisztítását kell kifizetni. Hogyha családi házban van bejegyezve a gazdálkodó szervezet, akkor már más a helyzet, mert akkor kötelező megrendelni a kéményseprést. Ezt ellenőrzi is a katasztrófavédelem megfelelő időközönként, tehát nem ulasszuk el a bejegyzett cégek kéményeinek az ellenőrzését. Hogyha gázzal fűtenek az ilyen családi házakban, ahova be van jegyezve egy cég, akkor ott 2 évente kell megrendelni a kémény ellenőrzést. Ha szilárd tüzelővel fűtenek, akkor évente kell ezt kötelezően megrendelni. Azért is fontos a kéményünknek a megfelelő karbantartása, mert ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott folyamatosan korom és kátrány rakódik le a kémény belső falára. Éppen ezért ezt megfelelő időközönként le kell takarítani. Ezért mindenképpen gondoskodjunk időben a kémény ellenőrzésről. Az egy praktikus lépés, hogyha nem a fűtési szezon kezdetén keressük meg a kéményseprőket, hiszen akkor leterheltebbek a szakemberek, hanem mondjuk nyáron, vagy akár tavasszal gondolunk már erre, akkor sokkal könnyebb, gyorsabb az ügyintézés. Semmi probléma, hogyha valaki későn ébred, és csak ősszel jut eszébe gondoskodni a kéményének felülvizsgálatáról, tisztításáról. A hangsúly az nem a kémény ellenőrzés időpontján van, hogyha a meglévő kéményeknek
az ellenőrzését és tisztítását szeretnénk elérni. Tehát nem az ellenőrzés időpontja a fontos, hanem annak a rendszeressége. A lényeg, hogyha gázzal fűtünk, akkor 2 évente lássa kéményseprő a kéményünket. Ha fával, szénnel, bármilyen egyéb szilárd anyaggal fűtünk, akkor évente egyszer lássa kéményseprő a kéményünket. Aztán, hogy ez milyen évszakban történik, télen, nyáron, ősszel, az teljesen mindegy. A hangsúly a rendszerességen van. Minden 7. lakástűz a kéményből indul. Évente átlagosan 7000 lakástűz keletkezik, a kéménytűzek száma pedig körülbelül 1000. Tehát minden 7. lakástűz bizony a kéményből indul. Éppen ezért érdemes gondoskodni a kéményünknek egyrészt a megfelelő kialakításáról, tehát mielőtt átalakítom a kéményemet, új kéményt építek, felújítom a meglévő kéményemet, konzultálok egy kéményseprővel, megtörténik a kivitelezés, utána a kéményseprőt kihívom, aki leellenőrzi, hogy megfelelő-e, biztonságos-e a kéményem. Tehát megtörténik ez a kötelező helyszíni műszaki vizsgálat. A kéményseprő kiállít egy nyilatkozatot arról, hogy a kéményem megfelelő, onnantól én biztonsággal használhatom a kéményt. Nagy a roham mostanában a kandallókért, a falba építhető fűtőrendszereket az elmúlt hetekben sokan vásárolják. Miután a gázára nemrég emelkedett, sokan döntenek úgy, hogy inkább fával fűtik majd lakásukat. Ebben az üzletben is azt mondták, hogy egy új rendszer beszerelése előtt fel kell mérnie a körülményeket egy szakembernek. A vásárlóknak mindenképpen elsősorban azt javasolnám, hogy szakember segítségét kérjék már a készülékek megvásárlása előtt. Tehát nálunk is a kandalló építő, cserépkályha építő mester kimegy a helyszínre, ott felmérik, megvizsgálják a kéményt, abban milyen készülék köthető be. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy szakember segítségét kérjék már a vásárlás előtt is. Elsősorban a kéményt meg kell vizsgálni, főleg ha hosszú évek óta nem volt használva az a kémény, akár madár beleesett, vagy valami koszolódás van, vagy beesett a tégla, és akkor már ugye nem fog tudni megfelelően működni a készülék. És hát ugye mindenképpen a kályha mér, a kémény méret nagyon fontos, mert a kis kéményben nem lehet nagy üveges készüléket bekötni, mert akkor vissza fog füstölni, tehát nem fog tudni megfelelően működni az a készülék. Minden esetben szakember segítségét kérném. A vizsgálat pedig nem csak javasolt, hanem kötelező. Egy új kémény beüzemelése vagy régebbi kémény újra beüzemelése ugyanis szigorú szabályokhoz kötött. A napokban nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy fűtési módot váltanak, és szeretnének gázfűtésről szilárd, mondjuk fa tüzelésre átállni. Nekik azt szeretném javasolni, hogy mindenképpen tájékozódjanak a kivitelezés előtt, konzultáljanak kéményseprővel. Az fontos tudni, hogy csak olyan kéményt lehet Magyarországon használni, amelyet kéményseprő egy helyszíni műszaki vizsgálaton megnézett, és erről egy nyilatkozatot állított ki, hogy az a kémény megfelelő. Akár új kéményt létesítenek valahol, akár a régi kéményt átalakítják, új fűtőeszközt csatlakoztatnak rá. Tehát, hogyha a régi gázkazán helyett én most szeretnék egy kandallót, cserépkályhát rácsatlakoztatni a kéményre, akkor is kötelező megrendelni a kéményseprőktől ezt a helyszíni műszaki vizsgálatot. Ezért fizetni kell ezért a szolgáltatásért. Ennek a díja 11-2000 forint körül mozog. Nyilván attól függ, hogy pontosan az adott ingatlanban milyen körülmények, milyen fűtőeszköz van, de a nagyságrend az körülbelül ekkora. Én mindenkinek azt javasolom, hogy mielőtt fűtési módot vált, mielőtt belevág akár saját maga egy drága átalakításba, vagy egyeztet egy kivitelezővel, előtte konzultáljon kéményseprővel. Így elkerülhető az, hogy a kivitelező átalakít mindent, megjön a kéményseprő, hiszen kötelező a műszaki vizsgálatot a kémény átalakítása után, vagy a fűtési mód átalakítása után megrendelni. Tehát megjön a kéményseprő, és vagy nem látja, hogy milyen anyagok vannak beépítve, mert minden el van burkolva, le van fedve, azért vagy vissza kell bontani, hogy a kéményseprő meg tudja nézni, hogy mi van beépítve, vagy szabálytalan a kialakítás.
éppen ezért, hogy egy ilyen drága megvalósult kivitelezését fizessünk, amit a kéményseprő aztán nem fog engedélyezni a helyszínen, hogy ezt megelőzzük, kérjünk a kéményseprőktől előzetes kémény felülvizsgálatot. Ez nem kötelező, ez teljesen fakultatív, ennek is díja van, szintén 11-2 ezer forint ennek a díja. A katasztrófa védelem szóvivője hozzátette, a fával vagy egyéb szilárd tüzelővel fűtött lakásoknál erősen javasolt a szénmonoxid érzékelő használata is. Évente csaknem 1000 esetben riasztják a tűzoltókat mérgezés miatt, és átlagosan 10-15 ember halálát okozza a gáz felszabadulása. 2024 végéig meghosszabbította a kormány az építkezéseknél igénybe vehető kedvezményes 5%-os áfa lehetőségét. Ennek a döntésnek a hátteréről, az építőipar jelenlegi helyzetéről, valamint a legújabb állami intézkedésekről kérdezem Vég Józsefet, az építészkamara megyei elnökét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtam. Van miről megint beszélni. Akkor kezdjük a jó hírrel. 5%-os áfa, megint meghosszabbították most 2 évvel, tehát 2024 végéig. Ez gondolom jó a beruházóknak, és jó a szakmának is. Igen, azt gondolom, hogy mindenki megnyugodott egy picit, ez igaz a vevőkre, és még inkább igaz azokra a beruházókra, akik a közeledő évvége láttán éppen, hogy egy telekkel és még egy koncepcióval se rendelkeznek adott esetben egy belvárosi társasház előkészítése során. Tehát személy szerint is érintett vagyok egy-két ilyen munkába, úgyhogy látom, hogy megnyugodtak a kedélyek. És igazából senki nem állt meg, de az a fajta kapkodás és esetleg rosszul meghozott, nem jól előkészített döntések, ezek talán mégis elkerülhetők lesznek, és így valójában ennek most mindenki örül a szakmába, és örüljenek a levő jelöltek is. És szokták mondani, hogy az áfa csökkentés az magában hordozza azt a veszélyt már megrendelői oldalról, hogy ennek egy részét a szakma lenyeli. Ez hogy érzékelhető a építőiparban? Valóban olcsóbb így a ház az ingatlan, mint hogyha 27%-os lenne az áfa? Sokféle ilyen gondolkodásnak voltam, már részese vagy olvastam ezekről, és ez a vélekedés valóban általánosan kialakult, hogyha van egy ilyen mértékadó támogatás, annak egy jelentős része, hanem a mondhatnánk meghatározó része nem feltétlenül azokat segíti és azokat fogja támogatni, akiknek a kormány szánta, hiszen egy építkezésnél azért az építő anyagoktól kezdve persze van itt tervező, műszaki ellenőr, kivitelezők és az anyagot biztosító tüzépek világa, de valahol ebbe a szériába én tervezői világ ismerőjeként azt mondom, hogy én nem érzem, hogy a tervezőknek lenne olyan pozíciója és egyébként olyan hányada ebbe az egész építési büdzsébe, amitől megrodjanna egy négyzetméter árnak a dolga, amikor azt számolgatjuk, hogy mikből is és hogy is áll ez össze. De az építési anyagok vagy a munkadíjak, tehát inkább azt mondom a tüzépek és a kivitelezők, hát azt gondolom, hogy erősen érintettek vagy érdekeltek abban, hogy a adott esetben a megnövekedett keretet vagy forrást illetően ők is támasszák a saját igényeiket, és kézen közön nem annyira nagy az a támogatás ahhoz, hogy ne tudjon kézen közön elfogyni, de ezt eskü alatt vallom, nem a tervezők és nem is a műszaki ellenőrök viszik el ennek a nagy részét. Ha már tervezői oldalról közelítünk, akkor tart-e még az építkezési kedv? Ugye nagyon sokáig mondtuk azt, hogy a családtámogatási rendszer miatt és meg más miatt is nagyon sokan próbálnak új, nagyobb lakásba költözni. Most az energiaválság miatt, a háború miatt, a járványok miatt, szóval sok mindent lehetne mondani. Megtorpant ez az építkezési kedv, vagy nem torpant meg? És hogyha nem torpant meg, akkor milyen típusú ingatlanokat kell most önöknek tervezni, amelyre van piac, van kereslet? Én azt gondolom, hogy nem torpant meg a kereslet, illetve ez a fajta előkészítő munka, és azt is gondolom kell, hogy a kormánynak egy tudatos bölcsessége az, hogy ezt az évben lejáró határidőt 2 évvel meghosszabbította, mert ezzel egy pozitív üzenetet adott mondjuk az építkezés valamilyen stádiumába, akár csak a gondolkodás stádiumába lévők számára is. Úgyhogy ilyen oldalról nem gondolom, hogy megcsappant a kereslet, vagy nincs perspektíva itt a szakmabeliek előtt. Viszont az általános vélekedés az, hogy a háború és ez a
fajta árrobbanás, ami ezzel megjelent, az energiaválság és a többi. Ezek mindenképpen negatívan hatnak a világunkra, az építés világára, és ettől kezdve az állami beruházásokat, ugye a választásokat követően új minisztérium, ha úgy tetszik, több tíz éve nem volt az építés világának saját minisztériuma, most van, és ezt most építési és beruházási minisztériumnak hívják. Lázár János, régi, új, mondjuk azt, hogy visszatérő miniszter vezeti, és az ő oldalán teljesen új felállással, új államtitkárok és helyettes államtitkárok állnak oda a szakma és az építés világát menedzselni, vagy ennek a kereteit irányítgatni. Az állami beruházások ennek a mostani helyzetnek tükrében gyakorlatilag teljes felülvizsgálat alá kerültek és kerülnek. Sok minden megállt, és az önkormányzatok oldalán is saját tárgyalásaimra vagy tapasztalataimra alapozok, hogy az energiaár robbanás olyan mértékben megterhel egy önkormányzatot, nem nevesíteném, hogy hol konkrétan, de egy eddig X költséggel járó városi, mondjuk az intézmény fenntartás X költsége helyett, az új állapotban mondjuk 5x-re készül az adott település, és ez kiteszi az éves költségvetésének, tegyük föl az egynegyedét, ez a megnövekvő költség. Magyarul az önkormányzatok is úgy tűnik, hogy ha az államnak nem lesznek erre eszközei, forrásai, vagy az uniós pénzeket várjuk, mert nyilván az is hiányzik a magyar gazdaságból, akkor itt óriási bajok előtt állunk. Magyarul az önkormányzatoknak se lesz pénze mondjuk se építeni, se terveztetni, se semmi. Az államról az előbb már beszéltem, úgyhogy az én szememben jelenleg a privát szféra, ami megjeleníthető egy társasházépítő beruházóba, de megjelenhet nyilván egyéb ipari és más profilú, akár külföldi, akár belföldi beruházók formájában. Nekem, mint tervezésből élő embernek és az építészkamara elnökének egyaránt most az az üzenet jön le, hogy a privát szféra, vagy az egyházak adott esetben ilyen jellegű mozgásait igenis becsüljük meg, és támaszkodjunk rájuk, mert ebben a mostani helyzetben lehet, hogy éppen egy átmenet, vagy egy valamekkora időszakban ezek a beruházók lesznek a legfontosabbak, hogy életbe maradjon a mi szakmánk is adott esetben. A megrendelő oldalon erősödik majd az az elvárás, hogy olyan legyen mondjuk az energetikai kialakítása mondjuk egy családi háznak, vagy egy társasháznak, hogy az viszonylag kevés rezsivel járjon, tehát ez a gondolkodás, ez felerősödik, vagy számít arra, hogy mondjuk a régi kádárkockáknak az átalakítása, ami részben nyilván megint tervezői munka, hogy az is fel fog erősödni. Szóval ez biztos, hogy mindenképpen ennek az új minisztériumnak az egyik vezérszlogenje az, itt hoztam magammal papírokat, de most nem keresem ki, de van egy olyan tétel benne, hogy valamikortól, abban az irányba menjen a szabályozásunk, hogy olyan épületek és olyan házak X időponttól ne lehessenek, ne épülhessenek új épületként, amelyek csak fogyasztanak és nem termelnek. Magyarul egy épület ugye fogyaszt mindenféle energiákat, vizet, gázt, elektromos energiát, a fogyasztás oldala az tiszta, és a termelés oldala pedig, hogy ezeken az épületeken akkor szülessenek energiatudatos, energiatermelő rátétek, kiegészítők, ezek meg tudnak nyilvánulni nyilván napelembe, korábban a napkollektor, de most az a világ talán leáldozóba, de itt vannak ezek a hőszivattyús új rendszereink a fűtés megoldására, stb. És hát még most folyik a gondolkodás, hogy miket is kellene itt újraéleszteni. Itt hallok már biogázról és sok mindenről, ami régen is volt. Tehát elő lehet még szedni a régi idők gyakorlatából feléleszthető dolgokat. Szóval került ez az új minisztérium, amelynek született egy nagyon érdekes döntése épp a múlt héten. Ugye a minisztériumra rákerült az Országos Terv Tanács, és bizonyos nagy beruházásoknak az engedélyeztetése vagy véleményezése oda került. Pontosan miről van szó, és a kamarának mi az álláspontja? Segíti ez az építőipar ügyét, vagy inkább megnehezíti? Egységes álláspontot nem tudok egyenlőre mondani, mivel rendkívül friss ez a hír, ez a múlt héten jelent meg egy rendelet keretében.
Egyébként az építés világában nem ritkák ezek a bizonyos tervtanácsok, ezek léteznek városi, helyi szinten, léteznek adott esetben állami főépítész mellett, megyei szinten, mondjuk műemlékek világára, de hát vannak országos léptékű, úgynevezett országos szakmai tervtanácsok, most is egyébként, és ez a rendelet arról szól, hogy a jövőben az 5000 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó létesítmények, ez ipari és középület világában fordul elő leginkább, hogy ezek a léptékek, ezek csak az országos építészeti tervtanács támogató döntésével kerülhetnek következő lépcsőként engedélyezési eljárásra, illetve ha nem támogatja a tervtanács az adott létesítményt, vagy az adott koncepciót, akkor azok nem kaphatnak építési engedélyt. Ez az üzenet ennek. Hát, hogy ez mennyire jó és rossz. Tehát eddig is voltak műemlékekre, inkább koncentráltak ilyen típusú tervtanácsi véleményezési mechanizmusokra vonatkozó szabályok. Ez most általánosan letéve az 5000-et lehet, hogy nem minden műfajban feltétlenül azt üzeni, hogy itt most a szakmaiság aztán nagyon fontos lesz, mert 10 000 meg 20 000 négyzetméter meg... Segítsen elképzelni, hogy mi ez 5000, egy iskola mondjuk 5000, hát, vagy az alatta van egy páza? Például egy általános iskola a tornata csarnokával és egy ebek, az mondjuk 5000 négyzetméter, és van vagy 8-10 tanterme, az nagyjából közelítheti ezt a léptéket, de a nyíregyházi MÁV állomás összes területe, pince, földszint, emelet, annak a nagyságrendje némi mostanában tervezett bővítéssel, amiben érintve voltam, ezért tudok ilyeneket mondani. Szintén az 5000 négyzetméteres nagyságrend. De hát ha azt mondjuk, hogy egy nagy Tesco, azt hiszem, 20 000 négyzetméter, 100x200 méter befoglaló méretű, úgy emlékszem, a nyíregyházi legrégebbi Tesco áru, ez az 20 000 négyzetméter, hát ő bőséggel megugorja ezt a szintet. Tehát mondjuk ezek a ipari vagy kereskedelmi, logisztikai létesítmények, ezek, amik pillanatok alatt átugorják ezeket a számokat. Én azt olvastam, hogy a stadioni építkezéseknek vége van, legalábbis ezt a sajtó ezt taglalja, hogy talán ez is oka ennek a rendelkezésnek, rendeletnek, és inkább a energiatakarékosság lenne a fő célpont. Mire számít a kamara? Milyen irányt vesz az építőipar a következő években? Ezt az irányt azt gondolom, hogy az újonnan felállt minisztérium erőteljesen fogja befolyásolni és megadni az alaphangokat, de ahogy az unió és az egész életünk az energiatudatosság, az energiagazdálkodás irányába halad, és ezek a korábban mondjuk ismeretlen mértékű érdeklődés a napelemek világában, már vízcsapból is folyik, ugye, de legalábbis minden hírekben benne van, hogy ezek az energia árak és a rezsinek ez a fajta robbanása, ami a gáz szempontjából persze még durván, ezek ebbe az irányba viszik az emberek gondolkodását, a szakma gondolkodását, hogy bölcsebben gazdálkodjunk azokkal a forrásokkal, amik rendelkezésünkre állnak. Ez a háborús helyzet pedig valójában rendkívül kiélezte és felgyorsította ezt az önvizsgálatot, nem is tudom minek mondjam, ami ebben a tekintetben az Európai Unióban elindult, de ennek talán a motiváltsága és a gyorsasága nem feltétlenül volt minden uniós országban egyforma és a többi. Elindult persze ez Magyarországon is. A mostani tendenciák rendkívül felgyorsítják ezt a fajta előre vitelét a dolgoknak, és ebben az új építés és beruházási minisztériumnak nagyon komoly szerepe van, és néhány dolgot itt a mai napra készülve kinyomtattam, tehát egy ilyen szlogánként szinte próbálom idézni még egyszer az előbbi magamat, tehát olyan épületek a jövőben is épüljenek, amelyek csak fogyasztanak, és nem adnak, vagy nem termelnek is mondjuk energiát. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, számítunk önre későbbiekben is. Nagyon szívesen voltam itt, köszönöm én is. A legszebb mezőgazdasági gép mellé is kell az ember, kell a szaktudás. Ezt emelte ki Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára Hajdúböszörményben, a Kelet-Magyarországi Agrárfórumon. Hozzátette, egy előregedő agráriumról beszélünk. Ennek kapcsán egy új konstrukció kidolgozása zajlik, ami 2023-tól lesz érvényes, és legfőbb célja a sikeres generációváltás. A jelenlegi és a várható pályázatok is ezt az elképzelést támogatják.
Erdei Nagy Ibolya riportja következik. Augusztus 12-én rendezték meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot Hajdúböszörményben az Északi ASC Széchenyi István mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, szakképző iskola és kollégium Pap István konferencia termében. Az agrárium helyzete, vidékfejlesztési lehetőségek, az agrár szakképzés jövője témában indult a fórum. A szakmai program első szekciójában rendezett a Magyar Agrárium előtt álló kihívások és lehetőségek című kerekasztal beszélgetés keretében kerültek középpontba a szakképzés átalakítását és az agrár szakképzési centrumok feladatait érintő kérdések. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Hajdúböszörmény város önkormányzat, az Északi Agrárszakképzési Centrum és a Traktorhúzó Egyesülettel a program megvalósítása tekintetében. Nem csak helyszínt igyekszünk biztosítani, hanem a megvalósításba is a tőlünk telhető módon személyi és tárgyi eszközökkel helytállni, illetve hát nyilvánvalóan a helyszín, az infrastruktúra biztosítása a legfontosabb szerepe ennek a fórumnak. Maga a konferenciaterem, amely ugye a korábbi igazgató nevét viseli, itt tartjuk az Agrárfórumot, illetve a követő rendezvény pedig kint a pályán, amely a város tulajdonában van. Energiaárak, a száj, emelt munkabérek, öntözés, ezek a problémák sújtják jelenleg a magyar mezőgazdaságot. A centrum számára ugyanúgy kihívás, mint a mezőgazdaság területén dolgozó vállalkozások számára, hiszen tangazdasági területünk közel 700 hektár területen van a négy megyében. Így tehát a termelés, a gazdálkodás minden előnyét és most leginkább hátrányát sajnos el kell szenvedjük, és megoldást kell találnunk, össze kell fognunk. Ez az összefogás, amely itt is elhangzott a fórum szervezése keretében, megvalósul a centrumon belül is, hiszen éppen a közelmúltban szállítottunk hajdúböszörményi tangazdasági területen betakarított szénabálákat Nyíregyházára, az egyik tangazdaságunkban, hogy az állatoknak legyen téli takarmány. Ez egy nagyon fontos területe, az összefogás még jobban elmélyítése vonatkozásában, illetve a képzés, az oktatás tekintetében pedig jelentősége van minden egyes információnak. Jakab István elnök úr elmondta, hogy az agrárszakképzésnek nem csak a jelenben van fontos szerepe, hanem a jövőben is építenünk kell rá. Ezt az jövőt építjük, formáljuk, és éppen a fórum befejeztét követően az itt lévő agrárszakképzési centrumok főigazgatói és kancellárjai, illetve Pap Zsolt György államtitkár úrral egyeztetünk a jövő vonatkozásában, hogy mit tudunk, mit tehetünk, és ebben milyen szerepet vállal a fenntartó agrárminisztérium, milyen forrást tud biztosítani azokhoz a tervekhez, amelyek előttünk állnak. Bármilyen agrárvállalkozással elkezdünk beszélgetni, és elkezdjük felsorolni a örömeinket, bánatainkat, akkor az első három között szóba kerül az, hogy hogy lesz a szakmai utánpótlás. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Ez nyilván vonatkozik egy középiskolai képzésre is, és vonatkozik a felsőoktatásra is. Ráadásul meggyőződésem, hogy ha igazából komoly eredményt szeretnénk elérni, ezt a kettőt jó lenne minél szorosabbra fűzni, hogy szervesen épüljenek egymásra, hogy tudjunk egy karriertervet mutatni a fiataloknak. Lesz, aki azt mondja, hogy őnek egy középiskolai képzés elég, de ne elégedjünk meg, az adjuk meg a lehetőséget, hogy szerves része legyen, és lehet, hogy majd később a pályán, az életének egy későbbi időszakában gondolja azt, hogy akar még tovább tanulni, és hogy ez legyen szervesen része az életének. És én magam részéről egy másik fontos dolog, hogy az agrárium presztízsét kell visszaállítani. Több évtizedet veszítettünk azzal el, hogy nem tudtunk érdemleges jövőképet mutatni az agráriumban a magyar fiatalok számára. Ez egy nagyon nagy hiba volt, ezt ki kell javítanunk. Hozzáteszem, hogy ez a jelenlegi nyomorúság, ami körbevesz bennünket mindenféle szempontból, egyrészt a hosszú ellátási láncok sebezhetőségét mutatta meg azt, hogy felértékelik egyébként az agrárium, az élelmiszeripar, újra stratégiai cikké válik az élelmiszer, és szerintem ez egy jó lehetőség arra, hogy egy ambiciózus
életpályamodell tudjunk a magyar vidéken élő agrárium iránt egyébként nyitott fiatalok számára biztosítani. Mi jobban örülnénk, ha többen választanák ezt a szakmát. Hiába olyan körülményeket teremtünk, hogy vonzó legyen a fiataloknak, mindenki küzd a munkaerőhiánnyal. Ez egy nagyon fontos dolog, és Magyarországon talán nincs olyan ágazat, aki ne küzdene ezzel. Nekünk korábban sokkal több gyerek járt oda, valahol vissza kell abba irányba térni, hogy egyre inkább azok a vállalkozások, így lehet inkább fogalmazni, akik fogadókészek a gyerekek tanítatásában, felelősséget érezve a jövő szempontjából, még inkább részt vegyenek a gyerekek oktatásában, mert az úgy nehezen működik, hogy itt az elmeloktatást megkapják a bizonyítványokat, és utána úgy foglalkoztatjuk őket, na most már tanuljátok meg a szakmát is a valóságban. Tehát ebbe az irányba kell nekünk tovább dolgoznunk, hogy úgy kerüljenek ki, hogy ezek kész vállalkozásba bevethető egyének legyenek, ne pedig ott tanulják majd meg a gyakorlati dolgokat. Az igazán jó és tömegében használt az, amikor szervesen építkezik, amikor a szüleitől látja, benne él egy gazdaságban, és ő úgy nő föl, hogy tudja, hogy neki ez a jövőképe, és ezt a lehetőséget kell biztosítani, hogy ne törjenek szét ezek a családi gazdaságok, ne kelljen újrakezdeni, mert az újrakezdéssel mindig veszítünk valamit. Az Agrárfórum további három szekcióban zajló kerekasztal beszélgetésekkel folytatódott. A szakmai napon már megkezdődtek az agrárszakképző intézmények diákjai között zajló versengések is, Traktoring néven. A Traktoring verseny egy kétnapos versenysorozat, ahol 8 csapat mérettetik meg. Itt tulajdonképpen egy összetett versenyprogram került összeállításra, amely egy kicsit a megtermelt alapanyag felhasználásával indul egy főző versennyel, majd a súlypadot egy traktorral ők is megpróbálhatják elhúzni a célig. A Traktoring verseny átvezetett a sokakat vonzó, méltán népszerű és komoly hagyományokat ápoló traktorhúzó versenyre, amely két napon átvárta az érdeklődőket Hajdúbeszörményben. A verseny és az Agrárfórum szervezésében az Északi Agrárszakképzési Centrum is együttműködő partnerként vett részt. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!